csapat rendben van, a mezőny most jó erős, nehéz szoros bajnokság, folyik éppen a küzdelem. Hát, ez most így jó, ez most így tényleg verseny. My life be like. Irány a Pannonia Ring. Sikerült 2010 év végén beújítanunk ezt a csapatszállító kamiont, amivel jelen pillanatban is készülünk a Pannonia Ringi következő futamunkra. Kamion jellemzően abból a tervből készült, hogy minél olcsóbban és gyorsabban és flottabbul meg tudjuk oldani a logisztikai problémáinkat. Jellemzően az, hogy egyszerre a csapatot is le tudjuk költöztetni, valamilyen szintű lakást is biztosítsunk magunknak, illetve az autók szállításáról se kelljen külön gondoskodnunk, hanem ez is így akkor megoldottá került. A szerelemnek indul, de hát ugye miután folyamatos költsége van a csapatnak, hogy fenntartsuk, így ez egy jelen pillanatban egy üzleti vállalkozás a Vitek barátommal. Profitorientált természetesen, de szeretném azért, hogy megmaradjon a szerelem is. Nekem gyerekkori vágyam az, hogy én autóversenyezzek, és ugye mivel a Suzuki Kupa az a elérhető kategória számomra, amit ki is tudok fizetni, ezért választottam a Suzuki Kupát, és azon belül is az RCM motorsportot. Most már van elég tapasztalatom 8-9 év versenyzés után, hogy ki tudjam szűrni, hogy melyik az a csapat, ami ki tud szolgálni megfelelően. Tehát előtte azért valamennyire körbeszondáztam a többi csapatot, meg több csapat már voltam is korábban. És úgy gondoltam, az RCM motorsport az, aki a megfelelő technikai hátteret tudja adni, és amellett még mentálisan is úgy tudsz felkészíteni, hogy egy versenyzőt kell. Életünk egyik nagy vágya volt, hogy eljussunk a Bamakóra, és idén januárban sikerült is eljutnunk. Az RCM Motorsport szponzorált minket, és amikor visszajöttünk, akkor beszámoltunk, hogy mit láttunk és miket tettünk. És ekkor került szóba, hogy nincs-e kedvem versenyezni az RCM Motorsportnál. Kivavastam a telemetri adatokat, és úgy látom, a Vincinek segítséget kell adjak, mert az egyes kanyar az még nagyon nem megy, ezt gondolom te is érezted. Kielemeztük a körünket, és a saját magamhoz képest két leggyorsabb körömet. Volt egy ilyen teligázos kanyar, picit megúszott az autóm. Két kanyarban nagyon rosszul, nem az ideális íven autózok. Váltó így szétugrasztotta a motort, így elferrítette az egyik szelepet, és hát eléggé szerencsétlenül jöttem ki a dologból. Ilyen fiatal, 12-13 éves fiatalokkal harcolunk, mi öregek, és nagyon csúnyán körbeautóznak. Láttam most júliusban. Lacék már megadták a lehetőséget itt az RCM Motorsportnál, de még anyáikat kell megfőzni. Hát jövőre szeretnék indulni, vagy Suzuki Kupában, vagy Lotus Ladies Cup-ban. Hát remélem, hogy összejön. Én gokartoztam, amatőr gokartban
versenyeztem, tavaly junior bajnok lettem, aztán versenygokartot is teszteltem. Az elég jól ment, csak hát az is ugyanannyiba kerülne, mint a Suzuki. Próbálunk nem csak arra hangsúlyt helyezni egy ilyen héten, hogy az autóink 100%-osak legyenek, mert ez azt gondolom, hogy alap, hanem egész egyszerűen a köztes időket is megpróbáljuk azzal kitölteni, hogy a pilótáink nyugodt körülmények között, teljesen kényelmes körülmények között ki tudják pihenni magukat. A csapat, ahol jól érzem magam maximálisan, és kerek az egész történet. Azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó kis csapat és nagyon jó kis élmény. Ezt ki kell próbálni. Ez egy új életérzés. A sátor és a kamion és a környezet nagyon látványos. Egyben otthonos is. Igazából akik errefele járnak, tényleg benéznek és felkelti az érdeklődésüket. '98 óta foglalkozom ezzel. Én versenyzéssel kezdtem, akkor még meg se fordult a fejembe, hogy én egy ekkora csapatot fogok tudni irányítani, illetve képes leszek arra, hogy egy ekkora csapatot összefogjak és irányítsam. Én nekem ez nagyon megfelelő csapat, tehát nem tudnék jobbat találni most, ha legnagyobb rossz indulattal sem. Yeah.